Ezt a Liszt Ferenc kamarazenekar, konkrétan Róla János és Merényi Judit alapította. Egy ilyen rendkívüli pillanat volt, hogy megtetszett számukra ez a környék, talán egy véletlen okán, és ők a kezdettől fogva megnyerték az Antenna Hungáriát, mint főszponzor, és a dolog úgy jöhetett létre, hogy lényegében semmiből jött létre egy fesztivál. Itt nyilván ennek a fő motivációja a Sárospataki vár volt, ami egy fantasztikus helyszín, és róla beleszeretett, és érezte, hogy ide érdemes olyan produkciókat egy fesztivál keretében bemutatni, amely ebben a térségben teljesen nyilvánvalóan lehetetlen volt korábban, akár a rendszerváltás előtt, és talán még inkább a rendszerváltás után is. Úgy indult ez az egész, hogy van nekem egy jó barátom, Kis Jóska, akivel együtt énekelünk évtizedek óta, és az ő fia oboaművész. És mint oboaművész többször felépett a Liszt Ferenc Kamarazenekarral közreműködőként, és kérdezte az apja meg engem, Jóska barátom, hogy Gábor, de hogy lehet az, hogy Patakon még a Liszt Ferenc Kamarazenekar nem lépett fel? Miután hogy kétszer-háromszor rám kérdezett, mondtam, hogy figyelj már, Jóska, beszélj a fiaddal, próbáljatok már meg összehozni egy találkozót Róla Jánossal. '91 tavaszán felhív az én Jóska barátom, hogy Gábor, holnap délelőtt ráérsz? Mondom, mi? Hát azt mondja, hogy Róla János itt lesz, és leülhetnénk beszélgetni. Mondom, hogy ne érnék rá. Egyből azzal kezdte, soha nem találkoztunk előtte, hogy jó, szervusz, nem művész urazunk meg, szia. És mondom, elkezdtem szépen körbeírni, hogy na akkor próbáljunk már arról beszélni, hogyan lehetne, hogy jöhetne össze egy koncert itt Patakon a Művelődés házában. Mire? Róla János. Szerintem, figyelj Gábor, ne beszéljünk itt egy koncertről, beszéljünk egy fesztiválról. Ugye a mi otthonunk az Óbudai Társaskör volt, már akkor is, és itt ugye hát profi, olyan rendezők voltak, mint Merényi Judit, aki mikor ezt meghallott, azt mondta, hogy nagyon szívesen segít, és ezt megpróbálja, hát, hogy mondjam, valahogy megszervezni, mert mi az ötletet azt hát megszültük, de hogy ezt ebből legyen valami, ahhoz bizony, hát profi tudás kellett. És jó, szerintem... de hát a művészekkel való kapcsolat az nektek volt meg. Na jó, hát igen, mindenki. Mi hoztuk a ötleteket, csak hát az, hogy ebből egy rendezvény kisüljön, ahhoz kellett az a tapasztalat, ami a társaskör, hát hogy mondjam, háttér munkája nélkül egyáltalán nem jött volna létre, mert nem tudtuk volna megcsinálni, ez fizikailag. Jó, hát igen, szóval és minden munkatársam beleszeretett ebbe az egészbe. Hát nagyon, tényleg egy fantasztikus dolog volt, és ilyen módon, hát egész egyszerűen azt mondtuk, hogy ez egy kicsit úgy nagyképűen hangzik, de ebből kéne egy magyar Salzburg fesztivált csinálni. Itt nem csupán Sárospatakról van szó. Sárospatak adva van, Sárospataknak a levegője egy sajátos valami. De ez az egész zempléni rész ragadta meg tulajdonképpen Róla Jánost akkor, amikor 2 évvel ezelőtt itt nyaralt. És Füzér Radvány például feltétlenül helyszínként szeretne szerepelni a jövőben. De volt Kékedről is szó, volt a Pácini kastélyról is szó. Szóval itt bőven vagyunk a helyszínekben. Mindenképpen viszont abban maradtunk, hogy ebben az elsőben el kell indulni. Tehát a meglévő, mind a Sárospataki vár, a Szerencsi vár, a Karcsai gyönyörű templom, és hát a meglévő Sátoraljaújhelyi helyszínek, azok, amelyek indító trambulinját, hogy így mondjam, adják ennek a sorozatnak.
ezen a vidéken, a Zemplénben és a tokaji borvidéken a bor kultúra a honfoglalás idejére vezethető vissza. A honfoglaló törzsek közül a kabar törzsek voltak azok, akik magukkal hozták a szőlőművelésnek a tudását, kultúráját, és ők telepedtek le Zömében, itt Zemplénben. De magán a vidéken is számos árpádkori, úgymond árpádkori templom, honfoglaláskori síremlék, kurgán került elő. Ezt a középkorba erősítette az a református világ, ami Sárospatakhoz, a Sárospataki kollégiumhoz kötődik, olyan kiváló emberek végeztek és tanultak ott Sárospatakon, akik aztán a reformkorban vagy a dualizmus korában is ennek a vidéknek a hírnevét ápolva, őrizve, nagy tekintéllyel és komoly munkát végeztek az egész magyar történelemben. Tehát egy olyan vidéken vagyunk, ami komoly kulturális értékekkel rendelkezik, és a mai kultúra, amit idehoz a fesztivál szervezői idehoznak, az itteni helyi tradícióval és a természeti adottságokkal találkozva egy olyan együttest alkot, egy olyan erős töltetet, hogy valóban mindenki jó élménnyel, jó érzéssel távozik innen, és sokan készülnek már, hogy mikor jön a következő esztendőnek a augusztus közepe, amikor újra a Zempléni Fesztivál lesz. A helyiek nem tudták, hogy mit akarunk. Ez egyébként nem csak velünk fordult elő, hanem módon volt lehetőségem megismerni sok fesztivált, hogy különbözött a helyben szerveződött fesztivál az oda vitt fesztiváltól. Tehát teljesen más, hogyha egy helyi erő kezd el, hogy úgy mondjam, alulról szerveződni egy helyi eseményre, mint hogyha valaki, jönnek Budapestről az okosok, és majd megmondják, hogy mi legyen. Pedig mi jót akartunk, mi azt akartuk, hogy a műemlékeket lássák az emberek, hogy a műemlékek megújuljanak, hogy az emberek lássák, hogy ez egy olyan környék, ami tényleg kiállt egy nagy fesztivál után. A műemléki része a dolognak számunkra nagyon fontos volt, ezt tulajdonképpen méltón mutatja a Mádi zsinagóga megújhodása. Mert a Mádi zsinagóga megújhodása tulajdonképpen részben a zempléni művészeti napoknak köszönhető, hisz ott találkoztak olyan emberek össze, akik tudtak segíteni abban, hogy a Mádi zsinagóga megújuljon és restaurálására sor kerüljék. Ha egy évet visszamegyünk még az időbe, akkor nagyon emlékezetes esztendő. Egyrészt azért, mert akkor kezdődtek az előkészületi munkái, gyakorlatilag az ötlet akkor véglegesedett a Zemplén Fesztivállal kapcsolatban. Másrészt pedig a házasságom éve volt az, tehát gyakorlatilag a milyen kis 30-as jubilónat ünnepe, ugyanúgy, mint ahogy a Zemplén Fesztivál. Megmondom őszintén, akkor a pataki lakosok még egy kicsit idegenkedve fogadták, hogy mit akarnak a pestiek itt nálunk Sárospatakon. Aztán az idő bebizonyította, hogy egy olyan nagyszerű fesztiválnak az alapkövét, alapjait sikerült akkor lerakni, amely azt hiszem, hogy méltán lehet büszke arra a tevékenysége, arra a kulturális tudatra, arra a kulturális küldetésre, amelyet a mai napig is tapasztalunk. Ha
behúnyom a szemem és arra gondolok, hogy Zemplén Fesztivál, akkor nekem mindig a nyitó koncert a Várudvar jut eszembe. Ha rendezvények, jó rendezvények vannak helyben, akkor akiben ez a belső igény megvan, és még egyszer mondom, van belső igény arra nézve, hogy színházba menjünk helybe, hogy koncertre menjünk helybe, hogy komoly zenei koncertre menjünk helybe, akkor ez megmozdítható. Ez a szükséglet, ez a belső késztetés, ez a belső igény megmozdítható még mindig az emberekben. Ahhoz viszont az kell, hogy olyan rendezvények legyenek, mint a éppen 30. születésnapját ünneplő Zempléni Fesztivál. Én úgy veszem észre, hogy sokszor aki eljön és itt tölt egy hetet, vagy talán többet is a fesztivál alatt, kipróbálnak mindent. Nekünk ez fontos, hogy ha valaki itt van Tokajhegyalján, itt van Zemplénben, minél több helyre menjen el, hiszen rengeteg értéke van ennek a vidéknek. A kastélyturizmustól, a várturizmuson át, a túra programokon keresztül sok minden van, amire büszkék lehetünk. Egy részben a elődök kapcsán is, meg hát mi is törekszünk, hogy valamennyire megfeleljünk ennek a lehetőségnek. Arra kell törekednünk, hogy párhuzamosan a kettő minden éven bővüljön. Mi sátorújhelyben ezen dolgozunk. Egyébként én pedig örülök annak, hogy a városunk elég komoly lehetőséget kap, részt kap a Zemplén Fesztiválból. Vannak hagyományos rendezvényeink, és hát például ugye két éve már a városházánk az udvar, a régi megyeháza, tulajdonképpen erről beszélünk, Zemplén vármegyeházának az udvara, amely lehetőséget ad koncertekre, vagy koncertekre is. Eleinte mindenki egy kicsit idegenkedve állt hozzá, hogy van-e egyáltalán szükségre, van-e igényre, mert azért lássuk be, 30 évvel ezelőtt a komoly zene az még egy picit úgy a hátsó fióknak a legvégére volt téve. És ha megnéznénk az akkori vendégeknek, az akkori érdeklődőknek az összetételét, akkor azt hiszem, hogy arra a következtetésre juthatnánk, hogy több volt 30 évvel, 25 évvel ezelőtt a konkrétan a fesztivál miatt városunkba érkező turista, tehát a más településről érkező, mondhatom Whitefülű turista, mint a helyi. Ma már megfordult ez az arány, vagy legalábbis remélem, hogy megfordult, hiszen ma már nyitókoncert, zárókoncert, nagyobb rendezvények, presztízs ott lenni. Mindenkinek ott kell lenni, aki számít. Tehát azt hiszem, egy picit fölrázta a Zemplén Fesztivál az itteni lakosokat is. Magyarország a fesztiváloknak az országa volt még a békeidőben, a Covid előtt, tehát legalább 300, ha nem több fesztivált szerveztek, ez így van a környéken is. Azt, ami egy adott településnek a sajátossága, mint Szerencsé a Csokoládé Fesztivál, azt, ha foggal és körömmel is, de megcsinálják a települések. Tehát ott megint nincs mit keresni. Az Zempléni Fesztiválban pontosan az a nagyszerű, hogy pontosan azokat a egyébként hiánynak tűnő zenei, képzőművészeti csemegéket, kínálatot biztosítja, ami egyébként elmaradna.
már van időm arra, nem úgy, mint tavaly, hogy egy kicsit önző szempontot alapján a művészekkel is tudok foglalkozni, illetve a közreműködőkkel. És meg kell, hogy mondjam, hogy szinte megdöbbentette az a hozzáállás, ahogy itt dolgoznak, illetve ahogy egyáltalán fogadták ezt a környezetet. Fantasztikus volt, hogy Hamari Júlia, aki hát azt hiszem, hogy a világ összes fesztiválján is és koncerttermében, operaszínpadán megfordult, aki tudomásom szerint szintén először volt Sárospatakon, és hát természetesen egy ilyen fiatal fesztiválon, hát ugye még azt kell mondjam, hogy vannak persze hibák. Ezzel együtt olyan, úgy gondolom, hogy olyan élménnyel távozott, és olyan jól érezte magát, hogy búcsúzó, hát az volt a legfontosabb számára, hogy mikor jöhet vissza még egyszer. Keveset tudok az első évekről, de elődöm, kettővel előttem regnáló elődöm, a Barta József és Róla János, a Liszt Ferenc kamarazenekar vezetője kezdték ezt el, és én tulajdonképpen belecsöppentem, mint az Antenna Hungária vezetője. 1998-99-ből vannak már határozott emlékeim, amikor már családostul itt voltunk, és akkor már eldőlt az, hogy folytatjuk tovább a támogatását a rendezvénynek, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó döntés volt. Én szoktam mesélni, hogy az emberek szeretik, amikor hogy maguk kitalálnak valamit, mert azt gondolják, hogy hát amit ők kitalálnak, az aztán a legszuperebb. Én azt gondolom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy itt nem okoskodtam, hanem megfogtuk ezt a rendezvényt, és több lépésben fejlesztettük tovább, tettük Antenna Hungáriás rendezvényé, hiszen akkor az Antenna Hungáriának voltam a vezetője, és igyekeztünk egyre jobban belehozni, elterjeszteni itt Zemplénben a rendezvényt. Húsz évvel ezelőtt pontosan az én egykori osztálytársam lett az akkori Antenna Hungária vezérigazgatója 99-ben, és ő megkeresett, hogy hát örökölt egy fesztivált. Ezt úgy hívják, hogy Zempléni Művészeti Napok, itt van fönn augusztusban, ezt a Liszt Ferenc Kamarazenekar csinálja, látja a nevekből, hogy hát ez egy valami nagyon komoly dolog, de hát egy elég komoly összeget is költ rá a cég már évek óta, sőt egy olyan szerződésük van, hogy most ez neki még folytatnia kell, de az Antenna Hungáriánál természetesen nincs olyan ember, aki ért a zenéhez, meg egyáltalán a kultúrához, és ő egyébként is szeretne még mást is, tehát ezen a fesztiválon kívül is, mert ő egy nagyon kultúra kedvelő, operába járó ember, és nem jönnék-e oda, nem mint a cég alkalmazottja, hanem kvázi ilyen külsős tanácsadóként, és segítsek abban, hogy nézzük meg, hogy mi ez a Zempléni Művészeti Napok, és utána akkor valamit okosan találjunk ki, hogy akkor jó ez így, vagy mi van. Na és akkor kerültem ide föl, először 99. augusztusában, és hát írt, hogy is mondjam, hatalmas, sokkoló hatásként ért az, hogy micsoda fantasztikus helyszínek vannak itt Zemplénben, hogy az egész dolog micsoda elképesztő tartalommal bír, és egyáltalán megismertem az itteni embereket, meg a fesztivált is, és utána hát írnom kellett róla egy tanulmányt, hogy az én véleményem szerint hogy van ez, és elkezdtük, hogy a fesztivált hogyan tudnánk még színvonalasabbá, még
komplexebbé tenni azzal, hogy az antenna több segítséget nyújt ehhez természetesen. Tehát ők például rengeteg reklámfelületet vásároltak a médiákba, ugye a kapcsolataik révén ez nekik könnyebb volt, olcsóbb volt, meg egyéb más segítséget. Tehát azon kívül, hogy adták a konkrét pénzügyi támogatást, még rengeteg segítséget nyújtottak. És hát elindult ez a közös munka, és egy pár év elteltével, egyébként váratlanul, Rolla János és Merényi Judit, addigi két főszervező, megjelentek az Antenna Hungáriánál, és bejelentették, hogy ők abba hagyják. A következő lesz a 12. fesztivál, ezt még megcsinálják, de köszönjük szépen, ők ezt nem akarják tovább csinálni. Egy nagyon éles döntési helyzetben voltam, és megint azt mérlegeltem, hogy adott egy nagyon fontos kulturális rendezvény itt, távol Budapesttől, egy alapvetően szőlészetből, borászatból élő vidéken, ahova bizonyos kulturális eseményeknek esélye sincs eljutni, és itt volt vele a nevünk. Hadd mondjam, hogy én azt is mérlegeltem, hogy a vállalatunk csalódást okozna akkor, hogyha ő is kiszáll ebből, és teljesen elengedi ezt az egészet, ezért azt gondoltam, hogy legyünk profik, és az Antenna Hungária azt jelezte akkor, hogy kitart a rendezvény támogatása mellett, és pályázatot írtunk ki. Volt olyan művész, aki csak a nevét küldte be, volt, aki egy könnyű dolgozatot, és a Gáborék egy nagyon színvonalas dolgozatot. A Gáborról azt is tudtam, hogy a magyar kórus mozgalomban egy különleges, fontos szerepet játszik, és hagyd mondjam, hogy ez a rendezvény, ez nem csak itt a várban a csodálatos komoly zenei eseményekről volt híres, a nagyszerű koncertekről, arról, hogy ilyen világhírű zenészek, mint a Slomo Mince jött ide és játszottak, vagy a Pahud, hanem arról, hogy Komlóskán ott állunk az idős nénikkel együtt, akik egyébként már oda készítették a kis asztalokon a pogácsákat és a alkoholos és nem alkoholos üdítőket, és együtt hallgatunk mondjuk egy pravoszláv kórust, és a mellettem ülő emberek, akik ott élnek, teljes áhítattal, ugyanazzal az áhítattal hallgatják ezt, mint én. Tehát arra gondoltunk, hogy a kórusoknak, az énekelt zenének is óriási szerepe kell, hogy legyen a jövőben, és azt gondolom, hogy ez egy igényes pályamunka volt. A szereposztás is úgy nézett ki, hogy lehetett látni, hogy itt nem 2-3 évre akarja valaki fölvállalni ezt az ügyet, hanem fokozatosan fogja fejleszteni, vinni tovább. Azt is lehetett tudni, hogy ebben nincs nagyon nagy pénz, hanem ebben nagyon sok munka van, nagyon meg kell küzdeni a finanszírozásért, meg kell küzdeni a helyi erőknek az együttműködésért, és akkor tulajdonképpen együtt a Gáborék mellé én is beálltam, és megpróbáltuk újra építeni azt, hogy legyen az állam részéről támogatás, legyen vállalati támogatás, amiből mi egy jelentős részt magunkra vállaltunk akkor, és a helyi erők, a helyi polgármesterek, a helyi vállalkozók is kapcsolódjanak be ebbe a történetbe. Konkrétan engem választott László Géza, a Antenna akkori vezére, illetve hát az a pár ember, aki ezt a dolgot elbíráltam, és mi 2003-ban itt voltunk már nyáron, nagy ilyen mindenki által tudott titokban, hogy miért vagyunk itt, és hát akkor ismerkedtünk az emberekkel, ismertünk a fesztivál helyszínekkel, a fesztivál partnereivel,
körbejártuk az egész régiót, meg megnéztünk minden koncertet, megnéztünk minden helyszínt, és aztán az utolsó koncerten volt a nagy hivatalos bejelentés, hogy Rolláék elköszönnek, és mi vesszük át, és 2004-től már mit csináljuk. Mi koncepciónkban se volt titok, hogy Adoknányi lenne a gerince, ami egyébként akkor azért egy sokkal nagyobb rizikó volt azért. Adoknányi egyáltalán nem volt annyira ismert, még az országban, még Budapesten sem. Simán leifjúsági zenekarozták még egyébként, pedig már nem volt az, tehát akkor már 10 éve nem volt az, csak hát fiatalokból áll, de akkor azért már a törzse azért ez egy hivatásos és állásban lévő ember volt, és talán 2003-ról már mit tudom én, 30-40 ember volt már legalább állásban. Viszont nagyon törekvő és nagyon nyitott szellemiségű társaság volt. Mögöttem ott volt azért egy nagyon erős fesztivál szervezői tapasztalat, mert én kórusversenyt alapítottam Budapesten a rendszerváltás előtt 1 évvel lényegében, és ez a kórusverseny egész elképesztő karriert futott be a világon egy teljesen új szemléletmódjával és gondolkodásmódjával, úgyhogy nekem azért olyan 90-től 2013-ig 100-nál több nagy fesztiválnak voltam, vagy a művészeti vezetője, sőt jó párnak a konkrét adminisztratív vezetője is, tehát még a financiális kérdésekkel is foglalkoztam, ráadásul olyan helyeken, mint Amerika, vagy Kína, vagy Németország, vagy Izrael, vagy Korea, vagy olyan helyeken, amelyek egy nagyon idegen és más kultúrájú. És ebben nem is talán csak a Doknány, inkább egy művészi háttér volt, a háttér inkább a fesztivál szervezői gárda, ami nagyjából azért megegyezett a Doknány menedzsmentjével azért, akik szinte mind a kórusból jöttek, és mind valami módon ezeknek a kórus fesztiváloknak is szervezői voltak. És egy elég erős magyar csapat volt a lebonyolítója, tehát hogy egy nagyon nagy, széles tapasztalatú szervezői gyakorlata rendelkező társaság volt mögöttem, és így mentünk neki a 2004-es első Zemplén Fesztiválnak, és hát akkor alakítottuk át ezt a picit a fesztivál tradícióit egy új irányba. Egy nagyon-nagyon fontos eszmét tűztek ki, amit mi nagyon-nagyon, ha úgy tetszik, teljes hittel és teljes szolgai módon igyekszünk követni, hogy ezt a térséget el kell látni értékes kultúrában nyáron, és kell egyfajta etalont felmutatni. Mi annyival mozdultunk el, hogy mi úgy gondoltuk, hogy ki is kell szolgálni egy létező közízlést, akkor is, még hogyha ez nem az ízlések legjava, vagy a legmagasabbika és a legkifinomultabbika, akkor is egy közülés mindenképpen valamilyen módon szolgálni kell. Óriási változások voltak a kezdet és a mai fesztivál között. Ennek egy része teljesen nyilvánvalóan technikai. Sokat fejlődött a lehetőség, több pénz van benne, nagyobb tapasztalatok vannak benne. A repertoár is más, mert más volt a Rolláék repertoárja, és más a Hollerung Gáboréknak a repertoárja. Ezt tudomásul kell venni, mert nincs semmi probléma. Thank you.
A fesztivál törzsközönsége, ha szabad így kifejezni, az én három csoportra osztanám. Az egyik, hogy a helybeli kiskoncerteknél, ott a zömét a közönségnek az ott élő emberek töltik meg, tehát Bekecsen vagy Tolcsván, ott akik oda ülnek, azok biztos, hogy 50-60-70% helybeli. A másik csoport az ilyen nagy központi koncertek, mint itt Patakon, esetleg Szerencsén vagy Sátorajóhelyen, ott már a városi emberek, akik nem biztos, hogy kimennek Bekecsre, de bejönnek hozzájuk a kis falvakból, tehát ezek jelentik a közönség zömét. És a harmadik, nem tudom, hogy az ország minden tájából jönnek, de hogy Budapestről sokan jönnek, legalábbis az én ismertségi körömbe úgy látom, az biztos. Én nagyon szeretem ezt a fesztivált, és minden alkalommal, ha módon van rá, jövök. Voltak éppen nekünk ez a nyaralásunk, hogy ide eljövünk, és igyekszem végig itt maradni, most is itt vagyunk az egész 10 napon keresztül. Mindig megtaláljuk minden nap azt, amit meghallgatunk. Ha nem találjuk meg, akkor meg csavargunk valahol a környéken, teljesen rendben van. Lényegében nekem Zemplénhez és ehhez a környékhez a gyerekkorom fűződik, hiszen kárpátaljai zeneiskolásként a Sárospataki Zeneiskolában voltunk ilyen testvér kapcsolatban, és Csehi Feri bácsi volt az, aki minket elhozott erre a környékre. Ő volt akkor zeneiskola igazgató, és a Hutákba és itt a környező falvakba játszottunk. Aztán körülbelül olyan 20 évvel ezelőtt édesapámmal jöttünk el egyszer a fesztiválra, akkor Komlóskán néztük meg a Liszt Ferenc Kamarazenekart, és egy ilyen új világ nyílt ki számunkra, hogy Kárpátaljáról átjövünk, és faluról falura életre kell a muzsika, gyönyörűbb tájakon valaki szaval, valaki egy duót játszik, valaki kvartetet játszik, valaki népzenét játszik, tehát hogy nagyon-nagyon érdekes volt ez számunkra, és akkor utána eltelt néhány év, ide kerültem általános iskolába, Bodrogolasziba jártam általános iskolába, ahonnan a Debreceni Református Kollégiumba kerültem, és amikor már saját zenekarom volt, akkor volt az első meghívásunk a Zempléni Fesztiválra, és akkor már játszhattunk, és nagyon érdekes volt, hogy mindig egy olyan közönséggel találkoztunk, akik rendkívül nyitottak voltak, és nagyon-nagyon-nagyon szerették azt a fajta zenét, amit mi játszunk. Ugye egy muzsikusnak ez hihetetlen fontos, hogy azt érezze a közönségen, hogy nyitott arra, amit játszunk. És én ahányszor játszottam itt a fesztiválon, legyen az Mádon, legyen az Erdőbényén, vagy itt most a Grand Tokai birtokán, azt éreztem, hogy egyszerűen egy olyan 5-6 perc után a közösség ránk hangolódik, velünk énekel, velünk dúdol, és azokat a kilométereket, azokat a tájegységeket, amiket mi muzsikálunk, és egyrészt a nagy elődöknek a gyűjteményeit, akár Lajtának, Bartóknak, Kodálynak a gyűjtéseiből, amiket muzsikálunk, úgy ránk hangolódnak, és együtt élnek velünk. A Zemplén Fesztiválnak egyik nem titkolt célja az volt, hogy a művészetek mellett a
térség másik büszkeségét is be tudja mutatni, ugye Tokaj hegyaljáról van szó, a tokaji borokat. És azzal, hogy a koncertek szünetében borkóstolókat rendeztek, bizony igyekeztek a különböző borászatok is, hogy a legjavát, a terméseik legjavát mutassák be. Tehát egyfajta verseny alakult ki a borászatok között, és azért a nyitott pincék ekkor vette kezdetét egy ilyen mozgalom, ha szabad azt mondanom, ami korábban nem volt tapasztalható, hogy a Zemplén Fesztivál alatt például itt Sárospatakon, Hercegkúton, vagy éppen Sátoraljaújhelyben, de sorolhatnám Tolcsvát is, és a többi hegyaljai településen is kinyitottak a pincék. Zempléni Fesztivál aktív résztvevője, ha szabad így mondanom. Körülbelül 2000 óta vagyok, tehát lassan 21-22 éve. Én azt gondolom, hogy életem egy meghatározó nyári programja, amit minden évben várok. Családdal is várunk, és nagyon szeretek ott lenni. Nagyon fontos barátokat, ismerősöket szereztem ott a helyiek közül is, tehát sok mindenben oda kötődöm már. Természetesen mi zenészek nagyon érzékeny emberek vagyunk, és az is befolyásolhatja akár a programválasztást is, van, amikor kötelezően, de van, amikor csak érzelmi szinten, hogy milyen dalokat választok, vagy milyen programot választok, vagy milyen kamarazenei programot választok az adott helyszínhez. Első években a rábeszélés volt a legerősebb kényszer az embernek, hogy ne, nagyon jó, gyertek, hát pénzünk nincs, de azért gyertek, meglátjátok. Most már azért a bőség zavara nagyon nagy, tehát azért most már egyszerű, és ilyen szempontból nagyon sokan, tehát ami legfontosabb, aki egyszer itt volt, az a lényegében minden évben küld magáról valami emlékeztetőt, hogy egyébként szívesen jövünk újra, ha úgy gondoljátok. Kisebb település, ahova megyünk, mindenki egy nagyon komoly produkciót kap, és bizony csalódottak azok, akik esetleg egyik-másik évből kimaradnak, hiszen a 10 napba és ebbe a 61 néhány programba nem lehet mindig mindenkit beválasztani. Oh!
Az erdőt járva a sípolok, így élni helyreig dálak, a fűzfa sípról ismer meg, a férfi nős a kisgyermek. Hagyjon egy ötöst! A hálom lányra vethetném, én mindet ne féljem, ejteném. És innen nem mennének, és mind enyémek lennének. A Zemplén Fesztiválnak egy óriási eredményét látom abban, hogy segített abban, hogy a 27 település vezetőjét egy asztalhoz tudta leültetni. Ugye az elején a Liszt Ferenc Kamarazenekar egy kifejezetten elitkultúra koncepciót képviselt, ennek nagyon könnyen híre megy. Tehát azok, akik erre evel az igénnyel érkeztek, meg erre tartottak, ez iránt érdeklődtek, ők az ország nagyon sok részéről szívesen eljöttek, de nem voltak nagyon sokan. Viszont az nagyon klassz volt, és nem véletlen, én is nagyon örültem, amikor most bebalaghattam a Don Giovanni főpróbájára, vagy próbájára, hogy az akkori közönség azért szeretett ide eljönni bárhonnan, többségében azért Budapestről, mert sokkal közelebb került hozzá ez a dolog. Azt gondolom, hogy ez a fesztivál az elmúlt 3 évtized alatt egy olyan brandet épített Tokaj hegyaljának és Zemplénnek, amilyet csak nagyon kevés ügy az elmúlt évtizedekben. Egyrészt tényleg megajándékozott minket számos olyan programmal, amit az itt élő kulturális szervezetek vagy itt dolgozó kollégák ilyen vagy olyan okok miatt nem tudtak volna ilyen módon megszervezni. Másrészt a viták ellenére is szerintem a települések között egy komoly koordinációs folyamatot alakított ki, amelynek most már mindenki érzi a súlyát. És hát ami a legfontosabb, hogy mindenképpen a valódi kulturális értékek köré terelte az itt élő emberek figyelmét is. Tehát minden mozzanatával, amellett, hogy élményt adott, nevelt és értéket közvetített. Minden túlzás és politikai megközelítés nélkül hiszem, hogy
ennek a dolognak valóban van gazdaságélénkítő szerepe, és a jelenleg hatályos kulturális törvény, ami szabályozza a közművelési alapszolgáltatások körét, külön ismertet egy ilyen sort, hogy kulturális alapú gazdaságfejlesztés. Hát azt gondolom, hogy az, ami a fesztivál okán és egyáltalán az elmúlt évtizedekben történt, abban mindben nagyon meghatározó szerepe volt a kultúrának, még akkor is, hogyha ez nem mindenki számára ilyen evidencia. Korábban nem fért bele az István a király ebbe a fesztivál koncepcióba, miközben egyébként, hogy mondjam, hogy az én generációmnak egy meghatározó kulturális élménye, kívülről tudjuk sok részletét, és egy rendkívül színvonalas rockoperának gondolom, több szempontból is, nyilván lehet jól-rosszul előadni, lehet. Én nagyon örültem, amikor a szerzők többször is nyilatkozták, hogy ők nyitottak arra, hogy színvonalasan újra gondolják a darabjukat, és szerintem az egy mérföldkő, hogy idén volt István a király Tokajban. Volt egy időszak az Emplén Fesztiválnak, amikor kevésbé volt jelen a városban. Volt egy időszak, amikor ez felerősödött, ugye a fesztiválkatlan megjelenésével ott ugye ez megfordult. Ezért hozzá kell tenni, az első minőségi kultúra megjelenése az Emplén Fesztiválhoz köthető. Az, hogy a térségben ilyen színvonalú produkciók legyenek, ezek nem voltak jellemzők. Az Empléni Fesztivál megjelenésével lett elérhető a térségben élők számára az a minőségi kultúra, ami nem minden esetben volt itt kézzelfogható. El kellett menni azoknak, akik ilyesmire vágytak távolabbra, és az, hogyha helyben jön egy ilyen minőségi szolgáltatás, ez mindenkinek jó. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy öröm, akik szeretik az ilyen jellegű előadásokat, hogy most ezért nem kell utazni, ez itt van, ez 10 napig kézzelfogható közelségbe kerül. Én ezt nagyon üdvözítőnek és nagyon támogatónak érzem, és nagyon támogatom is, és támogatom a jövőben is. Mindig morogtunk, mindannyian így együtt, hogy hát hogy lehet az, hogy itt vagyunk Zemplénben egy fesztiválon, és akkor a fesztivál központjában, Sárospatakon nagyon nehéz 9:30 után találni olyan helyet, olyan élményt, ami miatt az ember még ott ragadna és élvezni ezt a dolgot, és szerintem valahogy így született ez a Stigyesznek az ötlete, és lett egyre gazdagabb, és hát most már láthattuk, hogy 2-3 olyan koncert is volt, amikor már az emberek úgy lelógtak az utcára. Ami szerintem nagyon, még a jövőben nézve talán egy kicsit hiányzik Tokaj kapcsán, az az, hogy megjelenjenek itt is azok a
esti jazz rendezvények, amelyek ugye Sárospatakon már elég jól működnek. Ezeket szeretném majd itt Tokajban is meghonosítani. Ezt úgy érzem, hogy ez egy olyan jól kiegészíti a Zempléni Fesztivál programjait, amikor esténként ugye borászok társaságában szól a zene, és azok, akik erre fogékonyak, ki tudnak ülni, beszélgetni tudnak, és ezt tudják élvezni. Klasszabb kiállítások az évek során, eleinte csak ilyen óvatosan egy-két helyi művész felakasztotta a képeit valahol, és akkor most már azt láttam, hogy például Tolcsván ott voltam a Lendárt Vince Otto művészeti kiállításnak a megnyitóján. Én nagyon szeretem a Lendártot, nagyon örültem, hogy egy ilyen színvonalas dolog ott megjelenhetett, és hagyd mondjam el, hogy kiderült, hogy Tolcsván évek óta működik egy ilyen helyi művésztelep, lehet lejönni, feljönni Budapestről alkotni, és azok a műtárgyak is kerülhetnek. Tehát most egy kicsit talán még nagyobb hangsúlyt is kapott a sokszínűsége a rendezvénynek. Én nagyon örülnék, ha egyre szélesebb lenne ez a kör. Inkább úgy tekintjük a közönséget, mint egy valódi partnert, és egy nagyon értékes barátot, aki inspirál minket, és mi pedig igyekszünk számára örömet és élményt jelenteni, és ebben a kommunikáció nagyon lényeges. Különösen egy Zemplényi Fesztiválon, ahol azért a művészetek nagy része azért nem verbális. Tehát az, amit mi kínálunk, azért annak a nagy része nem verbális művészet. Márpedig a nem verbális művészet eredendően handicapesebb azért például egy irodalommal szemben, egy színházi előadással szemben, ahol az emberek, ha szabad így fogalmazni, érteni vélik a szavak okán, hogy miről van szó, legyen szó táncról, legyen szó zenéről, azért ez nem annyira egyszerű, úgyhogy ebből a szempontból iszonyatosan fontos számunkra, hogy ha azt szeretnénk, hogy mindazt, amiben hiszünk, vagy mindazt, amit egy eladásba el akarunk mondani, legyen szó zenéről, legyen szó színpadi produkcióról, akármiről, hogy ez eljusson a közönségig, akkor ennek egy útja a kommunikáció. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mink itt lehetünk a színpadon, és köszönjük, hogy tik meg eljöttetek a koncertre. Én nagyon szeretem, amikor szöveges dolgok keverednek ide. Most ugye az Örkényes például kitűnő volt, mert ez egy másik szint visz ebbe a történetbe, de közben olyan cimbalom, kreatív cimbalom muzsika kíséri, ami megint nagyon eredeti. Mi vagyok én? Író. Prózai, szépirodalmi művek alkotásával hivatásszerűen foglalkozó személy.
A magyar nyelv értelmező szótára, harmadik kötet, H-tól K-H-ig. In memoriam dr. K-H-G. Hölderlin ist Ihnen unbekannt? Kérdezte dr. K.H.G. Miközben a lódögnek a gödröt ásta. Ki volt az? Kérdezte a német őr. Aki a Hiperiont írta, magyarázta dr. K.H.G. Nagyon szeretett magyarázni. A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine? Kik ezek? Kérdezte az őr. Költők, mondta dr. K.H.G. Schiller nevét sem ismeri? De ismerem, mondta a német őr. És Rilkét? Őt is, mondta a német őr. És paprika vörös lett, és lelőtte dr. K.H.G. Az, hogy itt a Zempléni Fesztiválon találkozhatunk a közönséggel, Lukács Miki meg én, az a béke illúzióját jelenti. Tehát ha a fesztiválnak az a mottója, vagy az poétikája, hogy könnyed legyen, akkor Örkény ennek tökéletesen megfelel, ahogy az igazmondásnak is, a súlyosságnak is, és a komoly témák nem kerülésének is. Tehát azért ő egy páratlan szerző. És én úgy vettem észre ma, hogy ezt a nézőtér nagyon is vette, honorálta, és jött, hát nem velünk, hanem a szerzővel, meg az ő gondolkodásával. Én nekem nagyon nagy élmény az, amikor azt látom, hogy mondjuk tegnap a Gábornak a megérthető zene évtizedek óta következetesen vitépített programjában a sportcsarnok majdhogy nem tele volt, nagyon sokan voltunk, dögmeleg volt, iszonyú páratartalom. Azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon az énektanítás különleges dolog volt egykor. A Kodály módszer nagyon sok helyre jutott az országba. Fogékonyak nagyon sokan arra, hogyha egy kicsit érthetőbbé válik a komoly zene, és ráadásul egy olyan komoly zenének értjük meg jobban a titkát, amit ez, hát, hogy is mondjam, nem kell vájt fül, hogy az ember lenyűgözve hallgassa, mint amilyen a Messiás. Tehát nekem például ez tegnap egy nagyszerű élmény volt, leszámítva azt, hogy mintegy 40 fok és 80%-os páratartalomba ültünk, de mindig arra gondol az ember, hogy a zenészeknek még rosszabb. Az a település, aki valamilyen oknál fogva egy évig vagy két évig kimarad, ezt az komoly presztízs vesztességként éri meg. Tehát ennek a fesztiválnak a részese lenni, ebben benne lenni, ez mindannyiunk számára egy megtisztelő dolog, akár szervezőként, akár pedig a település oldaláról. És úgy gondolom, hogy igaz az az állítás, ami a 25 éves könyvben született, hogy ez egy szerethető fesztivál, és a fesztivál valamennyi szereplőjét nagyon szeretik itt a mi városunkban és a térségünkben. Nyilván egy választott település vezetőnek az az elsődleges, hogy, vagy érezheti úgy, hogy az az elsődleges, hogy csak az ő települése fejlődjön, minden az ő településén legyen, de ez így nem működik. Erre nincs igény. Az ide látogató vendégek, akikre számítunk, és ezt kellett volna előmondanom, természetesen a helyi lakosok, azt szeretnék, hogy minél több turista látogasson erre a környékre. Ez pedig csak úgy működik, hogyha nem egy város, egy település, egy programra hívja őket, hanem tudunk egész hétvégére, egész hétre, akár 8-10 napra is olyan programsorozatot mutatni nekik, amikor nem csak a saját településemet mutatom be, hanem bemutatom azt a gyönyörű tájértéket, történelmi értéket, amely jellemzi a mi régiónkat, Tokaj-hegyalját és Zemplént. Tehát én ebben is érzek azért előre lépést, ebben is érzek mozdulást.
Aki nem csatlakozik hozzánk, az lemarad, de bízom benne, hogy ilyen nem lesz. Azt gondolom, hogy 30 év után elmondható az, hogy hajrá, és menjünk neki a következő 30 évnek.